Én szeretném felkérni Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökét és Borkai Zsoltot Győrváros polgármesterét, hogy írják alá azt az ünnepélyes együttműködési megállapodást, amelyről és annak tartalmáról az elmúlt időszakban polgármesteri irodájában hosszasan egyeztettek. Győrváros életében látom, kijelenthetem, de a megyei jogú városok életében sem volt még olyan pillanat, amikor egy város életét, egy város jövőjét egy megállapodás aláírásával meg tudjuk határozni, amikor az alulról jövő kezdeményezéssel, egy város lakosságának támogatásával eljutunk oda, hogy az elkövetkezendő 15-20 év fejlesztéseiről beszélhetünk, és egy város irányvonaláról, egy város fejlődéséről. Minden fontos megállapodási pontot megemlíteni. Ha ez nem sikerül, akkor majd megkérjük a polgármesterot, hogy egészítsen ki. Az első és legfontosabb kérdés az annak az áttekintése volt, hogy a körgyűrű, a közúti közlekedés körgyűrűje nincsen bezárva. Észak és észak-nyugati irányban hiányzik egy szakasza. Itt elvi egyetértés jutottunk a tekintetben, ezt meg kell építeni, itt még nyomvonal kijelölés sem történt. Én arra kértem a polgármester urat, hogy a környező településekkel egyezzem meg, hogy az elkerülő út ülőjét bezáró útszakasz az pontosan hol haladjon. Önök dolgai, csak azt szeretném kérdezni, hogy legyen egy kis időek a nyomvonal kijelölésért, és ne zárják magukat egy szekértáborba, tehát mert az autópálya fejlesztések mindig korlátot is jelentenek a későbbi városfejlesztés szempontja, tehát olyan ívet húzzanak, ami megfelel a város következő 15-20 évének. A második pont, amiben megállapodtunk, hogy a 8311-es számú összekötő utat Győr-Mézőcsanak, Győr-Újbarát, Nyúl irányába fejleszteni fogjuk. Ez egy nagyjából 3 milliárd forintos fejlesztés lesz, és a tervezési szakaszban vagyunk, 2018-ban meg fogjuk kezdeni az út fejlesztését. Megállapodtunk abban, hogy hidat kell építeni, és hidat fogunk építeni, ahogy itt a papíromban szerepel, a belső keleti elkerülő út hiányzó szakaszának, illetve ahhoz kapcsolódóan az új mosoni Dunahíd megépítésének kell itt a forrásait megteremtenünk. Ez nem kevés, együtt egy 7 milliárd forintos összeg, ebben meg is állapodtunk, 2018 tavaszára a terveknek el kell készülnünk, és 2019-ben az építésnek is meg kell kezdődnie. Lesz új hídjük. Én azt kértem a polgármester úrtól, hogy ne szegény híd legyen, bár az is jó, át tudunk menni a folyó egyik partjára a másikra, alapcélkitűzésnek ez sem utolsó, de legyen szép hídjuk, tehát legyen egy olyan hídjuk, amely egy műalkotás is egyben, és amely a következő 100-200 évben, mert egy hidat így kell tervezni, hozzájárul a város esztétikumához is. Megállapodtunk abban, hogy kerékpárutat fogunk építeni Győr és Pannonhalma között, a 82-es számú főút mentén. Ez a kerékpárút, ez 4 milliárd forintot kóstol. Megállapodtunk abban, hogy a helyi és a helyközi buszállomást, illetve vasútállomást föl fogjuk újítani és össze fogjuk kötni, és ennek keretében egy új közúti alagutat is építünk, a Bartók Béla út és a Szent István út között, írta ide nekem a polgármester úr. Ez nem kevesebb, mint 15 milliárd forintba kerül majd, és ezt a munkát meg fogjuk indítani hamarosan, de a befejezése az 21 környékén várható. De a munkák meg fognak indulni. A polgármester úrnak föltett szándéka volt, hogy valahogy meggyőz engem arról, hogy önöknek új autóbuszokra is szükségük van. Én láttam azokat a fölméréseket, amelyek a városban készültek, és kicsit meglepődve, de azt tapasztaltam, hogy a győri embereknek az új buszok beszerzése az a nagyon előttelő helyen szerepel a megoldandó feladatok között a gondolataikban. Abban maradtam, hogy erről tárgyaljunk, mert ha már itt új buszokat fogunk majd szolgálatba állítani, akkor két kérdést el kell döntenünk. Az egyik, hogy továbbra is velünk akarják-e, tehát az országos vonalon akarják-e üzemeltetni, vagy pedig akarnak csinálni egy saját közlekedési vállalatot. Ennek eldöntése sem a mi feladatunk, hanem a győrieké.
másfelől pedig, hogy ha már új buszokat állítunk munkába, akkor ne régi típusú buszokat, akkor inkább elektromos buszrendszert építsünk ki Győr városában. Ez talán méltó is egy ilyen Audi hátterű városhoz, amely nyilvánvalóan modern technológiát célozza meg. Erről tárgyalni fogunk, megállapodás nem született, nyitottak vagyunk rá, csak ezt a két alapkérdést rendezünk kell. Megállapodtunk abban, hogy építünk egy új mentőállomást, amely a kórházhoz fog kapcsolódni, és egyben ki fogjuk bővíteni a kórháznak a parkolóját is, mert a polgármester véleménye szerint az embereknek erre most már szükségük van. Ez egy 3 milliárdos mentőállomás építés és parkoló bővítés lesz majd. A polgármester úr szerint ahhoz, hogy az eddigi sportberuházásoknak az üzleti értéke megnőjön, ahhoz szükség lenne egy sporthotelre az olimpiai sportpark területén, amit a város szeretne tulajdonolni és működtetni, ehhez 3 milliárdot kért a polgármester úr, és ezt meg is kapta. Van egy nagyobb falat, ez egy új városi szabadidőközpont kialakítása, most annak itt úgy költünk, mintha az összes kerületnek a nevét és városi szemét pontosan ismerném, de az van idén, hogy Püspökertnőben kell ezt létrehozni. És abban maradtunk a polgármester úrral, hogy közös lónak túlós a háta, ez majd egy állami terület, én nem szeretnék közösködni a polgármester úrral tekintetben. Tehát, ha ő akar egy új szabadidőparkot, akkor kérje el tőlünk ezt a területet, és mi odaadjuk vagy tulajdonba, vagy 100 éves használatba, és utána valósítson meg a fejlesztés, ahhoz hozzá tudunk járulni, de mi nem akarunk parkokat működtetni egyetlen városban sem, tehát utána ennek a parknak a működtetését ezt vállalnia kell Győr városának, hogy mi legyen a tartalma egy ilyen szabadidőparknak, ahol még végképp nem akarok részleni, de van nekem egy keresztem, amit a győriek nélkül is hurcolok, ez pedig a Városliget fejlesztése Budapesten, amiről óriási kockányok vannak hálóban, és nyilván ugyanilyen típusú viták itt is meg fognak majd ismétlődni. Én csak azt kérem, hogy jussanak egymással külőre a győriek, állapodjanak meg, mit szeretnének, és akkor ehhez mi mind a területet, ami térképek alapján legalábbis úgy látom, egy nagyon szép terület, mind a területet, mind pedig az azon létrehozandó fejlesztéshez szükséges forrásokat rendelkezésre tudjuk bocsátani. Szerepelt a polgármester úr javaslatai között egy vízi élménypark kialakításának a terve is, ezt azt hiszem, hogy mind közösségesen strandnak lehet nevezni, de strandterület fejlesztésről van szó, csak egy árvízvédelmi falat is kell építenünk, méghozzá egy mobil gátrendszert kell ott majd létrehoznunk, erről is megállapodtunk. Ez 8,5 milliárd forintba fog kerülni, ütemezést kérte a polgármester úrtól, ennyi pénz egyszerre nincsen. Tehát azt kértem, hogy akkor először az árvízvédelmi beruházásokat valósítjuk meg, hogy terület védett legyen, és utána jöjjenek azok a fejlesztések, amelyek egyébként ennek a vízi élményparknak a kínálatát bővítik. Megmondom őszintén, ez nagyon sok pénz egy ilyen célra, de azt mondta a polgármester, hogy gyerekkorában is mindenki oda járt. És a gyerekeknek, meg a fiataloknak ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen szabadtéri strandja a 21. századi minőségben Győr városának, és a gyerekeknek, a fiatalok természet közeliségének szerintem a szempontja olyan, amely megengedő, hogy megreszkírozzunk 8,5 milliárd forintot több évben mondja a költségvetésben. És akkor harcolt még a polgármester úr az állatokért, mégpontosan az állatkertért is, és itt azt sikerült elérnie, hogy miután van 12 vidéki állatkert Magyarországon, amelyet fejleszteni akarunk a jövőben, ebbe a programba bevettük az önök állatkertjét is, hogy pontosan milyen fejlesztések valósulnak meg a későbbi tárgyalások kérdése, de itt milliárdos nagyságrendű források állnak már rendelkezésre. És akkor ezután jöttek még az igazán nagy dolgok, és azt mondta a polgármester úr, hogy itt van a Győri Nemzeti Színháznak a problémája, ami teljes felújítást igényelne. Most ott jártam, tehát Petelékon ismerem, és én egyetértem a polgármester úrral. Láttunk ennél már kívülről szebb színházat is, most nem az ott zajló művészeti munkáról beszélek, és láttunk már olyan környéket is, amely elegánsabb kialakítású, mint ami körülveszi az önök színházát. Ezért nem egyszerűen egy színház felújítást kell elvégeznünk, hanem azt az egész területet úgy kell rendbehoznunk, hogy az méltó legyen egy ilyen városnak a hírnevéhez és súlyához. Tehát itt egy teljes térrehabilitációt kell végrehajtanunk, ez a második János Pál tér, és a parkolási lehetőséget bővíteni kell. Ez együtt 20, azaz 20 milliárd forint. Ez egy óriási összeg, nem akarok zsákba macskát árulni, ahelyett, hogy 20 milliárd forint egyszerre erre célra nincsen. Ezért azt kértem a polgármester úr, hogy ütemezzék ezt a fejlesztést,
vegyük külön a parkolót, vegyük külön a városrehabilitációs dolgot, és vegyük külön magának az épületnek a felújítását. Ütemezés Győr városának képviselőtestülete is akkor egy ütemezett felújítást, azt ebben a nagyságrendben is több évre elnyújtva azt tudunk vállalni. Azt mondta a polgármester úr, hogy két olyan dolog nincs ebben a városban, amely egy regionális központi szerepre törő városban már pedig kellene, hogy legyen. Az egyik egy új hangversenyterem, amit azzal támasztott alá, hogy a filharmonikusok azok egyre megbecsültebbek ebben a városban, és azt állította, ezt nem tudtam ellenőrizni, hogy a vidéki városok közül a legtöbb filharmonia bérletet talán éppen Győr városában adják el. Amennyiben ez igaz, ez is súlyos ér, és egyetértettünk abban, hogy akkor kellene építeni egy új hangversenytermet. És kértem, hogy a hangversenyteremnek a helyszínét, méretét, nagyságrendjét azt akkor tervezzük meg a győriek, és a kormány nevében vállaltam egy ígéretet arra, hogy ennek a hangversenyteremnek a megépítését azt a magyar kormány vállalja. És ha már így van, mondta a polgármester, hogy hiányzik még innen egy konferenciaközpont is. Én nem javasoltam a polgármester úrnak azt, hogy ahogy a kevés pénzzel rendelkező országokban szokás egy pénzből akarjuk megoldani két problémát. Valamikor ez jó, de valamikor inkább ellentétes hatást vált ki, mint szeretne az ember. Tehát ne keverjük össze a hangversenytermet egy konferenciaközpont, hanem építsünk egy hangversenytermet, és építsünk egy konferenciaközpont. Ez két különböző dolog. Ennek a megvalósításában is szívesen veszünk részt, hogy itt is egy ütemezést kértem a polgármesterünktől. És azt is mondta, hogy akkor hát nem az, hogy hordja el az írháját, de hogy költözzön ki a kormányhivatal épületből, ahol jelenleg van, mert a polgármester úr szerint, én osztom ezt a véleményt, az az épület esztétikai szempontból nem válik a város dicsőségére, lehet, hogy valamikor szépnek tűnt, ilyen a művészet, ezt én nem akarom elvitatni se az akkori tervezőktől, se az akkori építőktől, hogy a jó szándék vezette őket, és lehet, hogy valamikor szépnek is tűnt, de ma egyre többen van az, akik úgy érzik, hogy nem egy ilyen épületnek van ott a helye. És hogy ott pontosan mi legyen, az döntsék el a győriek, hogy valamelyik, akár a konferencia, akár a hangversenyközpont ott jön létre, vagy inkább egy parkot akarnak belőle kialakítani, ez legyen az ő döntésük. Mindenesetre mi elköltözünk onnan, tehát a kormányhivatal onnan elhurcolkodik, a vízügyi részlegünk is eljön onnan, és egy új helyet fogunk majd kapunk több ajánlatot, hogy mégis merre menjünk. Van több lehetőség is, amiközben választhatunk, és egy modern állami szolgáltató központot fogunk létrehozni, és felszabadítjuk azt a területet, amiről most szó van. És akkor végezetül megállapodtunk egy egyetemfejlesztésben is. Itt csak azért, mert az ember nem mindig bír a vérével, szeretném megemlíteni, hogy a mi kormányaink azok nem egyetemeket szoktak bezárni, hanem egyetemeket szoktak alapítani. Négy egyetemet alapítottunk kormányzati éveink során az Amkási Egyetemtől a Szapiencián keresztül, és a Győri Egyetem is nagyon közel van a szívünkhöz, hiszen ennek kialakításában is tevékenyen részt vehettünk, és az egyetemet bővíteni fogjuk, méghozzá egy digitális tudományok és megközelítés mód oktatására alkalmas új részleggel. Ezt a Győri Anyagban Digitális Kompetencia Központnak nevezték. Én azt kértem, hogy a modernség ne ítélje vértanúságra a magyar nyelvet, tehát valami más elnevezést találjunk. Mindenesetre itt az egyetem bővítés és digitális tudományoknak a központját hozzuk létre. A területet meg fogjuk vásárolni, az állam vállalja, hogy azt megvásárolja a terveket, önöknek kell elkészíteni, és utána ott egy új egyetemi részleget tudunk majd felépíteni. Végezetül van még egy olyan ügy, amely függőben maradt, mert diplomáciai erőfeszítéseket is igényel. Egyetértettünk abban a polgármester úrral, hogy az jó lenne, hogyha Győr városát és Dunaszerda helyett egy négysávos közút kötnénk össze. Ennek a magyar részét meg is fogjuk építeni, ez az a dolog egyszerűbb része, sem könnyű, de az egyszerűbb része. És azt kérte a polgármester úr, ennek eleget fogok tenni, hogy tárgyaljunk Szlovákia miniszterelnökével arról, hogy egész Dunaszerda helyén hadd épüljön meg egy ilyen négysávos központ, és ezt a két város így összetudjuk egymással kötni. Miután a komáromi hídról már korábban döntés született, és a pénzt elő is teremtettük, és félre is van téve, tehát a Komáromnál megépülő Dunahíd rendben van, aminek szerintem helyes volt az önök részéről elsőséget adni, mert így igazságos. A
az igényeket helyesen mérjük föl. Azonban most, hogy az már megvan, most itt az idő, hogy egy négysávos közlekedési összeköttetés megfelelő híd megépítése is megtörténjen, hiszen amit nem tudjuk összekötni Dunaszerdahelyi városát, Győr városát, úgyhogy ennek is eljött az ideje. Ezt is napirendre tűztük, és remélem, hogy ez